Jó estét kívánok, köszöntöm a téma kedves nézőit. Orbán Viktor miniszterelnök július 1-i hatállyal a miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára dr. Berko Attilát nevezte ki a Jász-Nagykun-Szolnok megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízottá. Elődjét, dr. Kállai Máriát az országgyűlési választásokon képviselővé választották, és összeférhetetlenség miatt le kellett mondania a posztról. Mai vendégem dr. Berko Attila. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Először is hogyan fogadta ezt a kinevezést, hogyha jól tudom, akkor több jelölt is volt erre a posztra? Nyilván az ember hall egymást ebben a témakörben. Igyekeztem nem erre fókuszálni, hanem azt gondolom arra a munkára, ami folyamatosan fennállt a hivatalban, hiszen azzal, hogy megüresedett az első számú vezetői poszt, tehát mint ahogy elhangzott a felköszöntőben Marika országgyűlési képviselőt, ezzel a munka nem állt meg, tehát ugyanúgy kellett tovább dolgoznunk. És igyekeztem a hivatalt is abba a mederbe tartani, hogy mindenki a munkájával foglalkozzon, ne azzal, hogy ki lesz a vezető. Természetesen van jelentősége, hogy ki az első számú vezető egy hivatalnak, de én azt gondolom az élet nem áll meg, úgyhogy inkább a munkára koncentráltunk. Elmondhatjuk, hogy önnek azért ez a kormányhivatali világ, ez egyáltalán nem újdonság. 2011 óta dolgozik ott különböző posztokon. Melyek voltak ezek? 2011-ben így van a megalakuláskor kértem azt a megtiszteltető felkérést, akkor még dr. Lengyel Györgyi kormány megbízott asszonytól, hogy akkor még szakigazgatási szervekként működtek a szakmai munka a kormányhivatalban, az akkor igazságügyi szolgálat vezetésére kaptam megbízást. Majd ezt követően 2015-ben dr. Szakali Erzsébet főigazgató asszony nyugdíjba vonulásával, akkor már ugye dr. Kállai Mária volt a kormány, megbízott őtől, de kértem azt a felkérést, hogy vállaljam el és lássam el ezt a pozíciót. Megmondom őszintén, nagy örömmel és kihívásokkal teli időszak volt számomra. Örömmel mondtam igent, bíztam benne, hogy azok a tervek, amik közösen elképzeltünk a hivatal iránya vonatkozásában, azokat sikerrel tudjuk végrehajtani. Hát azt említett, hogy örömmel történt mindez, most viszont jött a váltás, azért kellett ezen. Volt egy kis gondolkodás, mondjuk úgy, hogy vállalja, vagy ilyet azért vállalni kell? Nyilván nem minden nap kérdeznek az embertől ilyen dolgot, de azért egy kicsi gondolkodási időt azért kértem elsősorban saját magamtól és a családomtól. Nyilván ez azért más jellegű feladat, tehát ugye az első számú, illetve a kormány megbízottnak azért más feladata is vannak, mint egy főigazgatónak, más jellegű feladata is. Tipikusan a társadalmi szerepvállalásban azért nagyobb szeletet kell kivenni egy kormány megbízottnak. Ezzel több elfoglaltságot, nyilván nagyobb felelősséget is jelent, hiszen 1500 ember munkáját irányítani, egy egész megye közigazgatásáért felügyelni, úgyhogy azért számtalan kormányzati intézkedésnek kell megfelelni, az azért óriási felelősség. Nem azon gondolkodtam, hogy elvállalom-e, vagy esetleg ha felkérnek és nem, hanem már azon kezdtem el gondolkodni, hogy hogyan fogjuk majd ezt csinálni. Hogyha az előző évekről is beszélhetünk, már pedig beszélni kell, mert a területi közigazgatásban jelentős átalakulás történt, ugye ön ezt személyesen is átélte, személyesen is tapasztalta, nyilván benne volt ebben a folyamatban. Hát hogyan látja mindezt a folyamatot? Azt kell, hogy mondjam, hogy az eltelt időszakra mindenképpen egy sikerrel teli és eredményes időszakra kell, hogy visszatekintsünk, hiszen olyan markáns változások kezdődtek meg a közigazgatásban. Én nagyon remélem, hogy a hozzám forduló ügyfelek is így látják, amelyek mindenképpen pozitív változások. Egy olyan szemléletmód kezdett el kialakulni, természetesen számtalan gyakorlati intézkedéssel, de azt gondolom, hogy a fő üzenete a jelenlegi közigazgatásnak, állami gazgatási feladatoknak, hogy szolgáltatunk, egy állami szolgáltatást nyújtunk azoknak az embereknek, vállalkozásoknak, akik hozzánk fordulnak. Nem azt az akadályozó tényedőzőt kell kiemelnünk, amire azért mindannyian emlékszünk, amikor még azokat a válaszokat kaptuk, hogy 3-4-5 hónapos ügyintézés, vagy esetleg nem lehet el, a mai napon nem lehet elintézni. Tehát ezek ilyen kis felvető gondolatok, de alapból azt gondolom a legfontosabb az a szemléletváltás, természetesen számtalan strukturális intézkedéssel, de én elsősorban ezt emelném ki, hogy mi azért vagyunk, hogy az embereket kiszolgáljuk. Így van, ugye, ahogy sokszor mondták, az ügyfélközpontúság a fő. Így mik van a visszajelzések egyébként? Bízom benne, hogy eddig is pozitív visszajelzések voltak, én bízom benne, hogy ezen még tudunk javítani az elkövetkező időszakban, hiszen tennivaló még rengeteg van.
Nyilván egy 20-30 év alatt beidegződő működési struktúrát azért nem lehet csak úgy egy-két év alatt, illetve ez már 8. év lesz átformálni, átalakítani. Jó úton járunk, bízom benne, nagyon sok olyan lépést kell még megtennünk, hogy szélesítsük ezt az elégedetti kört. Nem csak a kormányablakokban kell elégedettek lenni az ügyfeleknek, hanem más ügyfélfogadási pontjainkon is. Minden olyan államigazgatási területen, ahol bármilyen intézkedés, ellenőrzést, netalántán szankciót állapítunk meg, hiszen ez a munkának a velejárója. Például azon is sok tennivalónk van még, hogy ezt el is kell fogadtatnunk, az, hogy valamiért esetleg valamilyen szankciót kell kiszabni a hatóságnak. Ez jelen pillanatban megkerülhetetlen. A következő években ezek lesznek a fő feladatok, vagy emellett azért másra is oda kell figyelni? Nyilván ugye egy kormányhivatal nagyban függ az adott minisztériumától. Ugye jelen pillanatban mi is ugye egyek vagyunk annak a 20 kormányhivatalnak, amelyet az ország területi közigazgatását ellátják. Nyilván kapunk, illetve vannak központi elvárások is, vannak központi feladataink, ehhez kell nekünk párosítani, azt gondolom, hogy a sajátos megyei érdekeinket. Ezek közül mindenképpen azt gondolom, ki kell emelnünk azt, hogy javítanunk kell az elektronikus közigazgatási számainkon, úgy fogalmazom, hiszen az otthoni ügyintézésnek, a kényelmes otthoni környezetben történő ügyintézésnek nincs párja, tehát egyetlen egy hivatal sem verti fel vele a versenyt. Szeretnénk, ha egy teljes úgynevezett feladat listát és feladat átvégzést, átvizsgálást lefolytatnánk az elkövetkező időszakban. Tesszük ezt azért, mert mindig kérdés, hogy hányan dolgoznak a szervezeten belül, hány ember állami alkalmazott. Ez nagyon pozitív, hogy a minisztérium is úgy gondolja, hogy elsősorban a feladat oldaláról közelítsük meg, nézzük meg, mi a feladat, ehhez mennyi emberre van szükség, és csak utána beszélünk a létszámkérdésről. És végül, de nem utolsó sorban szeretnénk fókuszálni, ez is természetesen a minisztériumnak az elvárása, de ez összhangban van azzal, amit mi a kollégáimmal együtt kitűztünk célul, hogy foglalkozzunk el az állami tisztviselők mindennapjaival. Valahogy, hogyha egy szóban szeretném kifejezni, akkor talán a tisztviselői lét, a tisztviselői közösség érdekében tennünk kell. Nyilván túl vagyunk egy jelentős bérfejlesztésen, egy bérprogramon, de azt gondoljuk, hogy ez csak egy eleme ennek a rendszernek. Több olyan elemet szeretnénk ebbe a folyamatba beépíteni, ami megkönnyíti, könnyebbé, gördülékenyebbé, és talán jobb kedvűbbé teszi a kollégáinkat. Ezzel mindenképpen foglalkozunk el az elkövetkező időszakban. Ön személy szerint tervez bármiféle változtatást a hivatal életében, akár olyat is, amit az előbb is mondott, hogy jobban érezzék magukat a kollégák? Én azt látom, hogy például nagyon sok kisgyermekes anyukánk, ugye a jelenlegi rendszerben nagyon támogatja, ugye a családok évét írjuk, nagyon támogatja a kormány azokat a hölgyeket, akik szeretnének ismét munkába állni. Nyilván ennek a feltételei most már adottak, hiszen bölcsődei férőhelyek, esetleg ódai férőhelyek száma jelentősen gyarapodott, de azt látom, hogy mégis például rajtuk különösen kellene segíteni azzal, hogy ott nem biztos, hogy a 8-tól fél 5-ig tartó időt tartják számukra a legideálisabbnak. A mi gondolkodásunkban, és hogyha erre nem találunk jogszabályi akadályt, teljesen belefér egy fél-kilences kezdés, vagy akár egy későbbi. Tehát egy ilyen munkaidő keretszerű feladat ellátásban gondolkodunk. Én azt látom, hogy a fő feladat az, hogy végezzük el abban az időben, amikor a munkákat végezzük, vagy legyünk hatékonyak. Nem az a fő cél, hogy 8-9-10 órát töltsünk el egy munkahelyen, hanem azt a 8-at, azt hatékonyan, eredményesen végezze el a kollega, és ha ez az szükséges, hogy nyugodtabban jöjjön be fél órával később, akkor ez teljesen összefér a mi elképzeléseinkkel. Jó munkát kívánok önnek, köszönöm szépen, hogy itt volt. A kedves nézőknek pedig a figyelmet köszönöm, ez volt a téma július 11-én. Köszönöm még egyszer figyelmüket, viszontlátásra!